Köszöntöm a kedves nézőket a mai Testőr című magazin műsorunkban a humán papilloma vírussal, a HPV-vel kapcsolatos tudnivalókról kérdezzük. Dr. Tamás Györgyi iskolaorvost. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, üdvözlöm a stúdióban. Köszönöm, nagyon megtisztelő. Tessék kérdezni, és akkor beszélgetünk a témáról. Mi az a humán papilloma vírus? Összefoglalható-e egyáltalán röviden? Ugye különféle vírusok vannak, ez egy vírus család, több mint 100 rokonnal, taggal, melyek közül elsősorban 16 az emberre veszélyes törzset tartanak nyilván. Méghozzá annyira fókuszba kerültek ezek a vírustörzsek az általuk okozott megbetegedések miatt, hogy kifejlesztettek védőoltást ellenük. Ki az, aki jobban ki van téve esetet, ki az, aki veszélyeztetettebb? Lehet-e különvenni fiúkat, lányokat, férfiakat, nőket? Úgy gondolom, hogy nem, bár ugye elterjedt, hogy ez a méhnyakrák kórokozója. Na most az az igazság, hogy a nőknél rendkívül magas arányban okoz súlyos megbetegedést, illetve halálozást, tehát gyakorlatilag ez egy rákkeltő vírus, és emiatt a méhnyakrák, mint a nőknél a vezető halálokok között szerepelő probléma került előtérbe. De ugyanakkor férfiaknál is okoz nyálkahártya elfajulásokat, és ebből kialakuló rákos daganatokat, vastagbélben, végbélben, és szájban, ugye Magyarországon is nagyon magas arányban figyelhető meg a szájüregi rákoknak a előfordulása. Nem csak férfiaknál, nőknél is, ugye ha dohányoznak, vagy a szexuális élettel kapcsolatosan van fertőzési útvonal, illetve nyálkahártyagyulladás. Ez egy nyálkahártyához kötődő vírus, és elsősorban a szexuális úton terjedő betegségek között tartják számon, de mondom, más sérült nyálkahártyán, sőt egészséges nyálkahártyán is meg tud tapadni. Nem minden fertőzés, még a 16 törzsel sem történő fertőzés okoz megbetegedést, van, aki spontán meggyógyul, de sajnos nagy arányban okozhat nyálkahártya elfajulást, és nem biztos, hogy az immunrendszer ezt korrigálni tudja. És ezért az oltást minél több törzsre próbálják kifejleszteni. A legelső védőoltások 4 törzsre, a 4 leggyakoribb méhnyakrákot okozó törzsre voltak kikísérletezve. Most az az oltóanyag, amit mostanában adunk be, az 9 legfertőzött törzset érint. És kiemelném, ugye, hogy népegészségügyi szempontból ez annyira kritikus terület, hogy a magyar állam is felajánlotta egy bizonyos korcsoportnak, de ugyanígy az Unió, sőt a világon is megpróbálják, de az Európai Unióban úgy tudom, hogy célul is tűzték ki, hogy egy bizonyos idő után eliminálják, tehát megszüntessék a méhnyakrákot, és ebből a okból kifolyólag, tehát a mi államunk is ingyenesen biztosítja ezt az oltóanyagot egy bizonyos korosztálynak. Mindig, minden évben, most már talán 7-8 éve pontosan, most nem emlékszem, a lányoknak, illetve egy olyan 4 éve a fiúknak is ezt az oltóanyagot, tehát egy bizonyos korosztály megkapja. A többi korosztálynak nem tudjuk biztosítani ugye ingyenesen, és még nem tartozik a kötelező védőoltások közé, de szabadon választható. És akkor elmondanám, hogy Szentendre és a vonzás körzete és az itt iskolába járó gyerekek szülei példamutatóan
modern felfogással állnak a dologhoz, és 90-95%-ban kérik mind a lányok, mind a fiúk ezt a védőoltást, ami szerintem köszönhető a házi gyerekorvosoknak, házi orvosoknak is, hogy ugye edukációval a szülőket ebben a választásban, döntésben segítették eddig is, és akkor a szülők tudnak jól dönteni. Hány oltásból áll a védettség, illetve teljes védettséget ad el? Hát ugye mondtam, hogy bizonyos törzsek ellen véd. Serdülőkorban, tehát a hetedikes gyerekeknek két oltást kell adnunk, és minden védőoltásnál arról van szó, hogy mondjuk 100 embert, ha beoltok, akkor abból 80-90 hány lesz az ismétlő oltás után védett. Tehát sosem 100%-os, mint ahogy 100%-ban nem betegszik meg mindenki, 100%-ban nem is reagál mindenki, de hogyha a populáció nagy része védve van egy betegség ellen, ugye a COVID-nál ezt már megtanulhattuk, akkor az a nyáj védelem kiterjed a többiekre is. Előbb említette doktornő, hogy létezik, hogy valaki elkapja, de aztán úgy, ahogy jött, át is megy. Hát igen, rajta. Állítólag én ezt a szakirodalomból vettem, tehát én nem tudok diagnosztizálni. Nyilvánvalóan az évente, vagy a szokás szerint, ahogy a nőgyógyász javasolja, a rákszűrés mutatja ki, hogy sérült-e a nyálkahártya. Automatikusan nincs HPV-re is szűrés, de lehet kérni, vagy hogyha gyanús, akkor a nőgyógyász maga indikálja. Hát sajnos férfiaknál ugye nincsenek még ennyire bejárt utak a rákszűrésre, de a gondos szájhigiéne és a fogászati ellátás során a szájüreg áttekintése az ugye véd a szájüregi rákok elfajulása ellen, illetve ha valaki a székletürítés során tartósan valamilyen elváltozást, netán vérzést észlel, de az lehet akár gyakoribb, akár sokkal ritkább ürítés, vagy mondom, gyulladásos tünetek, véres széklet, akkor egy endoszkópos vizsgálattal ott is körbe lehet nézni a bélüregben, és onnan is lehet nyálkártya mintát venni, és akkor azt nagy valószínűséggel, illetve gondolom én, hogy mindenképpen elküldik vírusvizsgálatra, főleg, hogyha kis papillomákat, tehát ilyen a bélben, a bélnyálkahártyából kialakuló kis szemőrszerűségeket észlelnek, azt mindenképpen az endoszkópos vizsgálat során onnan szövet mintát vesznek, és azt HPV-re megvizsgálják. Igen, vannak-e jellemző tünetei, illetve mennyiben tér el férfiaknál és nőknél ezek a tünetek vagy tünetcsoportok? Hát én gondolom, hogy miután a nyálkártya elfajulásnak az első tünete a gyulladás, tehát gyulladásos tünetek, váladékozás, fájdalom, esetleg kis vérzés, de mondom, attól függ, hogy hol. Tehát, hogyha bármilyen fekélyszerűséget vagy kidudorodást észlelünk ott, ahol nem kéne a szánkban, vagy mondom, változik a székletürítésnek a módja, akkor mindenféleképpen. A méhnyakrák az elég alattomos, tehát ott is lehet természetesen gyulladásos tünet, nem érdemes csak úgy kupokkal kísérletezgetni, hanem mindenképpen egy alapos vizsgálat kell, hogyha valamilyen elváltozást észlel egy nő saját magán, de hát a szűrővizsgálat egy néma kezdődő problémát is fel tud deríteni. Igen, évenként, tehát évente egyszer mindenképpen javasolják, hogy a nők menjenek el nőgyógyászati vizsgálatra, rákszűrésre. Mennyiben járulhat hozzá a megelőzéshez, illetve amit doktornő említett, hogyha még ilyen kezdeti stádiumban van esetleg valami, mennyivel jobbak az esélyek? Tehát röviden, miért érdemes valóban elmenni évente egy vizsgálatra? Hát ez inkább már nőgyógyászati terület, de a saját egészségünk érdekében érdemes elmenni. Viszont szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a védőoltás ugye nem
zárja ki, hogy a nők vagy a fiúk megbetegedjenek, tehát bármilyen tünet van egy az említett tünetek közül, illetve hogyha már felnőtt egy nő, és felnőtt szexuális életet él, mindenképpen el kell mennie, hiszen hallottuk, hogy nem is mindegyik törzs ellen véd, csak a legfertőzőbbek ellen. És mivel nyárkahártya specifikus, tulajdonképpen azért máshol is el lehet kapni, nem csak szexuális úton, aki fogékony, de én gondolom, hogy ahol a családban olyan a genetika, hogy előfordult bármilyen ilyen jellegű daganatos megbetegedés, ott meg különösen figyelni kell, hiszen hajlam is kell mindenhez. Tudjuk, hogy fele genetika, fele környezeti hatás, tehát oda kell figyelni, hogy a rokonok is szenvedtek-e ilyen megbetegedésben, és akkor halmozottan hátrányos helyzetben van ebből a szempontból az illető, és mindenképpen érdemes felnőtteknek is, én szerintem, bár én nem vagyok gyógyszercég képviselő, meg immunológus sem, de én úgy gondolom, hogy érdemes felnőtt korban is, egészen gondolom, hogy amíg normál felnőtt szexualitásban valaki aktív, akkor akár 50-60 éves korig is beoltatni magát ezzel az oltóanyaggal, ami 9 legveszélyesebb HPV-törzs ellen véd. Na most az az igazság, hogy azt nem tudjuk, hogy egy oltási ciklus, ugye, mert a felnőtteknek 3 oltást javasolnak, tehát ha valaki megkapta a teljes védőoltási sorozatot, akkor meddig vég, de egy 10-20 évre állítólag védelmet ad. Nyilván, hogyha valaki egy biztonságos párkapcsolatban él, akkor satszolhat 20 évet, de hogyha nagyon veszélyeztetve van újabb és újabb fertőzésekre, akkor 10 évente érdemes szerintem ismétlő oltást kérni az alapsorozat után. Arról lehet-e tudni valamit, hogyha már valaki átesett rajta, és utána járt, vagy éppen észrevétlenül történt az egész, akkor újra megfertőződhet esetlegesen, hogyha rizikófaktor magasabb, vagy éppen nem feltétlenül olyan párkapcsolatban él, ami szintén csak növeli az esélyét annak, hogy találkozik ezzel? Én gondolom, hogy igen. Én ezzel nem foglalkozom, de józan paraszt észsel igen. Tehát én ugye gyerekekkel foglalkozom, 7. korosztály, akit oltunk, és 18 éves korig vagyok itt Szentendrén, az is a gyerekeket ellátó iskolaorvos, úgyhogy belegondolva, igen. Említette doktornő, hogy a gyerekek és a szülők, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon jó arányban, és hogy az edukációnak köszönhetően, és a nyitott, tehát a szemléletmódnak köszönhetően azért igénybe veszik a védőoltást. A gyerekek, ez a korosztály doktornő tapasztalatai szerint, hogy van ezzel, mennyire vannak tisztában azzal, hogy a szüleik őt idézőben milyen oltásra küldik? Nagyon jó kérdés, ugyanis standard felvilágosító és tudomásul vagy vevő vagy igény az oltást, ugye a nem kötelező oltást igénylő tájékoztatásokat küldünk ki sorozatban, amit jó, ha a szülő értelmez, a gyerekeknek töredéket, tehát mondjuk a 4000 iskolás van, vagy 4500 iskolás, abból oltunk mondjuk 6-700-at ebben a korosztályban, több oltással, fogalmuk nincs. Fogalmuk nincs, hogy milyen oltást kapnak, hiába küldtük el. Úgyhogy próbálom ott is mondani nekik, de a gyerekeket ez annyira nem érdekli. Őket az érdekli, hogy fájni fog-e? Jaj, de jó, nem fájt, következő is oltásnál, amikor más kapnak, vagy ugyanezt kapják, mintha soha nem lettek volna nálunk. Fájni fog-e? Tehát ők még gyerekek. Ezért a szülőket kell megszólítanunk, hogy amikor már elég érettek ezek a gyerekek, akkor
akkor vegyék újra elő ezt a témát, és beszéljék meg, hogy a jövőben hogy kell viselkedniük, hogy az ilyen betegségeket elkerüljék. Igen, ez a hogy érdemes, hogy kell viselkedniük. Van-e arról valamilyen tapasztalat, hogy a gyerekek mennyire felelősségteljesek? Nyilván ez a családi háttértől nagyon nagy mértékben, hanem a legnagyobb mértékben függ. És akkor innen jön az, hogy a kortársak között hogy és mi az, ami menő, vagy éppen felelősségteljes. Van erről valamilyen tapasztalat? Hát az én gyerekem már megnőtt, úgyhogy... Most így a 13-14 éves korosztályra gondolok. Már hogy a párkapcsolatban mennyire felelősségteljes? Igen, igen, tehát hogy mennyire érzik azt, hogy minek van az ideje, úgymond. Tehát mennyire felelősségteljesek? Hát ezt nem tudom, mert vannak osztályok, ahol úgy néz ki, hogy még nagyon gyerekek, vannak osztályok, ahol úgy néz ki, hogy már nem annyira gyerekek, úgyhogy a védőnök, az iskola védőnök tartanak olyan jellegű beszélgetéseket és felvilágosító előadásokat, ahol ezek a témák szóba kerülnek. Iskolától is függ, gyerektől is függ. Ugye ez az a korosztály, 7., 8., ahol van, aki még csak 150 centi, van, aki 200 centi, van, aki 35 kiló, van, aki 95 kiló, tehát olyan eltérések drámai vannak, hogy erre igazán nem tudok válaszolni. Ezt a szülőnek kell követnie, és ez az szerintem a szülő felelőssége, hogy ezt ismerje, és erről napi szinten beszélgessen a gyerekkel, és irányítgassa, mert azért a 14-15 éves, sőt a 18 éves gyerek is még valahol hát nem rendelkezik azzal a felelősségtudattal, amivel mondjuk már egy 30-40-50 éves ember, tehát igenis szüksége van a józan és szeretetteljes iránymutatásra. Most egy picit még visszakanyarodva arról, hogy mondjuk stabil párkapcsolatban élő embereknél mondjuk 20 évre is védettséget adhat ez az oltás sorozat, ami 3 oltásból áll, ha jól értettem. Hát ha felnőttként adatja magát. Igen. Én csak gondolom, ugye nem annyira régi ez az oltás, alig 20-25 éves a világban, tehát nyilván gyűjtik az adatokat, vannak ilyen adatok, de mint mondtam, Magyarországon először a 4 komponensű, most már ugye elérhető a 9 komponensű is. Feltételezzük, hogy igen. Hogyha esetlegesen a pár egyik tagja, igen, az jutott még eszembe, hogy említette doktornő, hogy nem kizárólag szexuális úton terjed ez a betegség. Hogyan másképp? Tehát nyilván ugye a nyálkahártya azért az egy sérülékeny, vagy egy érzékenyebb terület. Tehát mire kell figyelni, hogyha mondjuk egy családon belül valaki éppen fertőzött, mire kell fokozottan? Hát az nem fog kiderülni, tehát ezzel a vírussal, aki fertőzött, annak nincs hasmenése, meg nem tüsszög, meg nem folyik az szeme, de könnyezik, tehát nem tűnik fel, hogy ő fertőzött, mint... Igazából én gondolom, hogy ha nagyon változó a környezet, vagy nagyon sok emberrel találkozik, vagy máshol leszik, uszodába jár, hát ilyen helyeken gondolom, hogy nagyobb a kitettség, vagy edzőteremben. Vagy hogyha esetleg, mert azt viszont... De ha a villamoson utazik, akkor na, is. Igen, pontosan, tehát ez lett volna, hogy én olvastam olyat, hogy akár egy üdvözlő készfogással el lehet kapni egy ilyet. És hogyha mondjuk kiderül, tehát mondjuk csinálnak egy tesztet, és kiderül, hogy fertőzött a család egyik tagja, mire érdemes fokozottan odafigyelni? Hát arra, hogy eliminálódik-e nála ez a betegség, vagyis ez a nem betegség, hanem ez a fertőzöttség, mert hiszen mondom, lehet, hogy kap egy fertőzést, és ahogy jött el is múlik. Tehát kontrollálni kell, és hát ugye meg kell nézni, mert hogyha mondjuk tehát azért ez nem annyira fertőző, hogy most akkor az egyik családtagom beteg, és, vagy megkapta, vagy esetleg ténylegesen beteg, hogy akkor most biztos, hogy én is megfertőződöm, nem ennyire
nagy a kontagiatása, de erre talán az immunológusok jobban tudnak válaszolni, mint én. Én gondolom, hogy azért nem kell pánikba esni. Értem, tehát akkor mondjuk ilyen, hogy közös pohárból azért lehetőleg ne ígyunk olyankor. Hát ez amúgy se ígyunk. Legyen persze, mindenkinek csak, hogy saját egy kicsit külön oda, így van, tehát pont ilyenekre tehát gondoltam. Tehát ilyen alapvető higiénés dolgokat érdemes betartani fülalfele. Egyébként is. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtam meghívásomat. Kérem szívesen, én is köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen nézőinknek is a figyelmét. Kollégáim nevében is minden jót kívánok, viszontlátásra!